Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket január 13-án a Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorát látják, az elmúlt hét eseményeiről készített összefoglalókkal, programajánlókkal. Elsőként következzen képes tartalomjegyzékünk. Az újévi fúvós hangverseny nyitotta meg a Sárvár 690 évvel ezelőtti középkori, illetve 50 évvel ezelőtti újkori várossá nyilvánítására emlékező jubileumi évet. A városatyák a tavaly év végén elfogadott munkatervükben meghatározták azokat a napirendeket, amelyeket az év során tárgyalnak majd. Összesen 7 új gépjárművet kaptak a sárvári rendőrök az országos autócsere programjuknak köszönhetően. Évértékelő sajtóbeszélgetést tartott a Sárvári Tankerületi Központ, amelynek a Sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont. Jubileumi koncertet adott a Maminti színjátszó csoport Dallam hátán, Szelek szárnyán címmel. Mi a helyzet Dorottyával? A kérdésre Takács Zoltán Bálint, a Nádasdi Kulturális Központ igazgatója adta meg a választ. Az idén is megtöltötte a közönség a Sárvári Koncertfúvós zenekar újévi koncertjére a Tinódi Gimnázium tornacsarnokát. A 2018-as esztendő jubileumi év városunk számára, hiszen idén ünnepeljük Sárvár 690 éves városi kiváltságlevelét, valamint újkori várossá avatásának 50. évfordulóját. Sárvár 2018-as éve ezen ünnep jegyében telik, a jubileumi évnek az újévi hangverseny volt az első rendezvénye. A sárvári újévi koncerten a város fúvózenekarának muzsikája 45. alkalommal csendült fel, és az esten sorozatban 14. alkalommal Szélesi Attila karmester dirigálta az együttest. A fúvózenekari koncertet Bachó István, Ludovika indulója nyitotta, majd a hangverseny közönségét Ág Péter országgyűlési képviselő köszöntötte, és egyben megnyitotta a Sárvár jubileumi évét. Idén ünnepli a város középkori 690 éves városi kiváltságlevelét, valamint újkori városáavatásának 50. évfordulóját. Így Sárvár 2018-as éve ezen ünnep jegyében telik. Mindez azt mutatja, hogy itt, a Rába partján évszázadok óta éltek magyarok, akik itt nevelték gyermekeiket, itt dolgoztak, itt imádkoztak, és itt ezt a földet szerették és tekintették otthonuknak, amelyért mindent megtettek. Legyünk rájuk büszkék, hiszen ők tartották meg nekünk ezt a várost. Nekük köszönhetően kimondhatjuk, Sárvár volt, Sárvár van, Sárvár lesz. Az idei évfordulós esztendő sok alkalmat ad nekünk arra, hogy lássuk. A város büszke a múltjára, és ennek alapján építkezik a jövőbe. Még a Magyar Posta is béke kibocsátással emlékezik Sárvár történelmére. A fejlődést pedig láthatjuk majd évközben, számos fejlesztés fogja jelezni. Mindemellett az esztendő azt is megadja számunkra, hogy a városon belül még erősebb lehessen az összefogás érzése. Hiszen ne felejtsük el, lehet, hogy másként gondolkodunk a világról, más pártot támogatunk, másként vélekedünk a hitről, és még meg annyi más kérdésről. Egy azonban, közös lehet bennünk. Mindannyian szeretjük Sárvárt. Mindannyian büszkék vagyunk rá, és mindannyian a legjobbat akarjuk számára, és minden lakójának. Az újévi koncert első részében felcsendült többek között Gulyás László széki muzsikája, Bert Apermont Jerikó című szimfonikus költeménye, Kurt Gebel két szóló fuvolára és koncertfúvózenekarra komponált műve. A koncert egyik ünnepi pillanata volt, amikor Szélesi Attila karnagy és Márti Vadar alpolgármester, a Fúvózenekari Egyesület társadalmi elnöke az új tagokat köszöntötte. Bolfert Viktória, Földi Zalán, Paksi Luca, Szabó Gergő, Horváth Réka, Bognár Bulcsú és Páli Ádám vehetett át emléklapot.
Az esten köszöntötték a közelmúltban 70. születésnapját ünneplő Kovács Imrét, a Sárvári Művészeti Iskola nyugalmazott tanárát is, aki ma is aktív szaxofonosa, fagottosa a zenekarnak. A koncert második felében a könnyű zene játszotta a főszerepet. A szombathelyi Vörös Sándor Színház két művésze, Fekete Linda és Jámbor Nándor tette énekhangjává teljessé a zenei élményt. A rendezvény végén mondta el a város jubileumi évét megnyitó köszöntőjét Kondora István polgármester. Mit üzen nekünk az 50 év és a 690 év? Azt, hogy tiszteljük az elődök teljesítményét, tiszteljük az elődök munkáját, mert ők őrizték meg nekünk ezt a várost, ők építették föl, ők védték, ők óvták, hogy megmaradjon nekünk, és ők adták a kezünkbe, időnként a hátunkra azt a nehéz súlyt, időnként keresztet, amelyet nekünk hordanunk kell. Nincs lehetőségünk elhárítani magunktól ezt a feladatot, ezt a munkát. Én tehát azt kívánom mindenkinek, hogy ebben az évben az együtt hangzás, az együtt muzsikálás és az együtt dolgozás alkotó teljessége öleljen bennünket körül, és a végén, az év végén azt mondhassuk, hogy igen, szép volt fiúk, megérte, jöjjenek a következő titkok, a következő feladatok. Mindenkinek boldog új évet kívánok! A 2018-as újévi hangverseny zárásaként a Radecki induló hangzott el, mely egyetlen újévi hangversenyből sem maradhat ki. A repertoár összeállítása hasonlatos volt az eddig újévi koncertekhez. Az első részben kissé nehezebb, komolyabb, igényes koncert hangszerelésű és előadású műveket játszottunk, amelyben két szólódarab volt, az egyik klarnétra, a másik két fuvolára íródott, egy szimfonikus költemény, a 21. századi fuvozenekari darab és a Star Wars összeállítás a filmzenéiből. Ez ugye most éppen aktuális is, és hát John Williamsnek ezek a dallamai most már a klasszikus zene népszerűségén vannak. Na, a második rész hagyományosan mindig könnyedebb, viszont most annyi újítást tettünk, hogy két énekest kértünk fel azoknak a slágereknek az előadására, amelyeket választottunk, és amelyeknek a hangszerelését be tudtuk szerezni. Fekete Linda a Vörös Sándor Színház, és Jámbor Nándor szintén a Vörös Sándor Színház művésze. Ők sok-sok előadásuk és elfoglalásuk között el tudtak jönni hozzánk. Reméljük, hogy ez az első alkalom, hogy ilyen módon tudtunk együttműködni énekesekkel, hogy ez még majd folytatásra talál. A Sárvári Koncertfúvózenekarnak idén két nagy programja lesz. A Sárvári Sör Express és Fúvózenei Várfesztivál, valamint augusztus 20-án a helyi civilekkel együtt egy abba show-val lépnek fel. A téli szünet után már meg is kezdte munkáját Sárvárváros önkormányzatának képviselőtestülete. Csütörtökön üléseztek a bizottságok, hogy előkészítsék a januári képviselőtestületi ülést. A városatyák a tavaly évvégén elfogadott munkatervükben meghatározták azokat a napirendeket, amelyeket az év során tárgyalnak majd. A Sárvári Képviselőtestület feladatterve szerint idén rendeletet alkot a 2018. évi költségvetésről, az önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról, több önkormányzati rendeletet módosít és rendeletet fogad el a jövő évi átmeneti gazdálkodásról, az idén megbízzák a Nádasdi Kulturális Központ igazgatóját, kinevezik az intézmények gazdálkodását ellátó szervezet Sárvár intézményvezetőjét, és megválasztják a választási szervek tagjait. Az év elején az önkormányzati intézmények 2017. évi munkájáról szóló beszámolókat fogadnak el a képviselők.
Jóvá hagyják Sárvárváros önkormányzatának 2019-2021. Évi középtávú tervét, 2018. évi közbeszerzési tervét, és napirendre kerül a helyi esélyegyenlőségi program. Elfogadják az önkormányzati cégek üzleti és közbeszerzési terveit. Ünnepi megemlékezést tartanak Sárvár városá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából. A testület elé kerülő tájékoztatók között szerepel a Sárvári Járási Hivatal működéséről szóló tájékoztató és a Sárvárváros munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztató is. Felülvizsgálják a képviselők Sárvárváros környezetvédelmi programját, döntenek a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról. A képviselő testület 2019. évi feladattervének és 2019 első félévi munkatervének megállapítására is sor kerül. Összesen 7 új gépjárművet kaptak a sárvári rendőrök az országos autócsere programjuknak köszönhetően. Az új rendőrautók a járőrszolgálat munkáját segítik. Több mint 33 milliárd forint értékben 2600 új szolgálati gépkocsit szerzett be a rendőrség az elmúlt év végén. Ezek közül került elsőként 7 új autó a sárvári kapitánysághoz. A járművek a járőrszolgálat régi kocsijait váltották. A Skoda, Mercedes, Volkswagen és Audi gyártmányú rendőri jelleggel ellátott szolgálati gépkocsikat Fekete Géza Sárvár rendőrkapitánya mutatta be. Kaptunk egy Volkswagen Caddy-t, amit a baleset helyszínelők használnak, roppant praktikus, nagy dobozzal raktérrel, illetve 5 személyes gépjármű. Kaptunk egy Mercedes típusú járőrautót, egy Audi A3 limuzin járőrautót, egy Vitara terepjáró képességű gépjárművet, illetve 3 darab Skoda Octavia kombit. Gyakorlatilag ez plusz gépjármű ellátást nekünk nem jelentett, ugyanakkor a rossz műszaki állapotú, sokat futott gépkocsijainkat le tudtuk cserélni. Ez nagyon-nagyon fontos volt, hisz mindenki számára belátható az, hogy a járőrgépkocsik azok 0-24 órába mennek, ugye folyamatos szolgálatellátás van. Emiatt azért egy átlagos gépjárműnél sokkal gyorsabban amortizálódnak, rengeteg kilométer kerül beléjük, és azért az utóbbi időben a meghibásodások is nőttek ebből kifolyólag. Most ez a problémánk megoldódott. Ezzel a hatékonyság is növekszik egy kicsit így a kapitányság működési területén? Hogyne, természetesen. Ugye van elegendő számú gépjárművünk az összes kollégánknak. Nem gond az, hogy esetleg javítások miatt egy vagy két gépkocsi leáll. Illetőleg az új gépkocsikkal egy átcsoportosítást is meg tudtunk oldani. Tudnélék, úgy át tudtuk csoportosítani a kapitányság gépkocsi állományát, hogy a körzeti megbízottak jelentős részének már tudunk biztosítani terepjáróképességű gépkocsit, mert azt hiszem, teljesen érthető, hogy a települések környékén azért ez a legpraktikusabb megoldás. A szolgálatban állt gépjárművek között prémium kategóriás autók is vannak, és a felszereltségük is speciális. Mindenki örült neki, nem elsősorban a prémium kategóriának, hisz ez egy központi döntés, egy központi beszerzésnek az eredménye. A kollégák az új, megbízható, jó minőségű és kényelmes gépkocsinak örültek. Hozzá kell még egyébként tenni, hogy ezek a gépjárművek teljesen más felszereltségűek, vagy sok esetben más felszereltségűek, mint amik a kereskedelmi forgalomba kaphatóak. Például ugye az üléshúzat az nem a hagyományos, megszokott, azért elég kényes szövet üléshúzat, hanem az igénybevételnek megfelelően került ezekbe az autókba. Valamint el van látva különböző olyan tartozékokkal, eszközökkel, amit mi a napi munkánk során használunk. Tehát csak hogy példát mondjak, az ülések alatt van tölthető elemlámpa, tehát folyamatos töltés biztosít így menet közben is a gépkocsit, tehát amennyiben elemlámpára van szükség, akkor ezt gyakorlatilag egy mozdulattal elő tudják venni. Akkor az ajtókra van szerelve egy tartó a rendőrbotnak, hogy a rendőrbot ne tegye tönkre se az ülés, se a kollégának a ruháját, meg hát praktikusan hozzáférjen. Illetve ami hát látható változás, amit az állampolgárok is látnak, hogy a gépkocsi tetején levő fényhídon, innentől kezdve az új fényhídoknál van lehetőség szöveges üzeneteknek a megjelenítésére is. Ez lehet akár tájékoztató, akár figyelemfelhívó, vagy pedig valamilyen utasítást adó szöveges üzenet.
A szolgálati feladatok biztonságos ellátása elképzelhetetlen. Az elhasznált, magas futásteljesítményű gépjárművek folyamatos amortizációs cseréje nélkül. A mostani beszerzéssel 7 évről 2 évre csökkent a rendőri járműpark átlag életkora. Évértékelő sajtóbeszélgetést tartott a Sárvári Tankerületi Központ, amelynek a Sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont. A rendezvényen több intézmény vezető is részt vett. A Sárvári Tankerületi Központ a Sárvári, a Kőszegi és a Celldömölki Tankerület egyesítésével jött létre 2016 végén. Az első teljes esztendő tapasztalatainak összegzéséhez sajtóbeszélgetést tartott a tankerület. A munkaszervezet kialakítása mellett az egységes szemlélet és a stabil gazdálkodás volt a legfontosabb. A 4,5 milliárdos éves költségvetés mellé közel 1,5 milliárd forint pályázati forrást is elnyertek. A jó működés alapja az önállóság és az együttműködés, mondta Rozmár László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója. Én úgy vélem, hogy az intézményi stabilitás, szakmai fejlődés, pályázati sikerek mindenképpen benne vannak, de aki ismer, az tudja, hogy nálam nagyon sokat nyom alatban az emberi és a szakmai tényező. Úgy vélem, hogy ezt is nyugodtan beletehetjük abba a kosárba. A legnagyobb eredménynek természetesen azt tartom, ahogy 3 önálló tankerületből, az egykori Celldömölki, Kőszegi, Sárváriból sikerült egy egységes egészet alkotnunk, egységes elvek szerint, és hát ugye ne feledjük azt, hogy a gazdálkodás a legfontosabb tényező, mert az adja a hátteret, hogy egy nagyon stabil, kiszámítható gazdálkodással egy eredményes évet zártunk, amelyben gyarapodtunk szellemiekben és anyagi javakban úgy szintúgy. A mai kerekasztal beszélgetésnek az egyik fő mozgató rugója volt az önállóság és az együttműködésnek a rendszere. Ez hogy sikerült kialakítani itt a közel 5000 gyermeket nevelő tankerületben? Én úgy vélem, hogy a tekintetben szerencsés helyzetben voltam, hogy az újonnan becsatlakozó intézmények, hiszen a Celldömölki Tankerületet vezettem, ismertem, az újonnan becsatlakozó intézmények igazgatóit, talán 3 kivételtől eltekintve mindenkit ismertem, sőt többeket évtizedek óta jól ismertem. Tehát minden, én úgy vélem, az attitűdön és az együttgondolkodáson múlik, és ezzel az együttgondolkodással kezdettől fogva már nem volt baj. Az intézményi önállóságot, tehát szakmai munkában, személyi döntések meghozatalában, arra pedig törvényi garancia van. A Sárvári Művészeti Iskola igazgatója, Szélesi Attila kifejtette, hogy a korábbi tanügyi irányítás hibái miatt kicsit aggódtak az elmúlt év során a teljesen állami fenntartásba kerülés miatt, de végül pozitív tapasztalatokat szereztek. Amikor megkaptuk a hírt, hogy az ország valamennyi iskolája egységes tankerületi működtetés alá kerül, akkor egy icipicit megijedtünk, de ennek nem az az oka, hogy nem bíztunk volna abban, hogy ebből lehet egy jó működő rendszer is, hanem a megelőző időszak pénzügyi problémái, azok egy kicsit megijesztettek minket. Aztán ott van a másik tény, hogy Sárvár város önkormányzata mindig jó gazdája volt ennek az intézménynek. Mint fenntartó, és később, mint már csak működtető, a Klebersberg intézmény fenntartó központ megalakulása után, miután ez a jog is átszállt az állami fenntartó szervezetre, mi is bekerültünk 2017. január 1-től az állami működtetésbe. Nagy örömünkre a Sárvári Tankerületi Központ, mint önálló költségvetési szerv, már rendelkezik azokkal a kondíciókkal, hogy a működtetésünk során felmerült költségeket, bármi nemű olyan igényünket, amely az iskola normál, eddigi megszokott működéséhez kell, azt tudta biztosítani. Így azt hiszem, hogy sem a gyermekek, sem a szülők, és nagyon remélem, hogy a kollégáink sem vették ezt a váltást igazából észre,
az, hogy nekünk ez most milyen adminisztratív teendőkkel jár, milyen protokollbeli változásokat jelent iskolavezetés számára, ez pedig azt hiszem, hogy századrangú kérdés, hiszen mi azért vagyunk, hogy ezeket megoldjuk, ezeket biztosítsuk, és a tankereti vezetéssel való jó személyes kapcsolat, valamint az önkormányzat figyelme, amely továbbra is megvan az iskolái felé. És ez bizonyítja talán az a tény is, hogy 2017-es esztendőben egy nagyszabású fűtéskorszerűsítés történt az intézményben. Így elmondhatom azt, hogy valóban a 21. századi a gyönyörű szép műemléképületünknek a energetikai rendszere. A fejlesztésre fordítható forrásoknak köszönhetően a Sárvári Művészeti Iskola évtizedek óta elmaradt nagyobb értékű hangszer fejlesztésére is sor kerülhet majd, aminek első darabja egy digitális zongora beszerzése volt. Jubileumi koncertet adott a Maminti színjátszó csoport Dallam hátán, szelek szárnyán címmel a múlt esztendő utolsó előtti napján. 37-en álltak a Sárvári Szent László katolikus templom pódiumán, és énekelték népdalokból, jazzből, akapella művekből és gospel dalokból összeállított műsorukat a közönség örömére. 5 éve elmaradhatatlan része a város kulturális életének a Maminti Színjátszó csoport évzáró ünnepi koncertje. Idén sem volt ez másként. Schimmer Robert, a csoportvezető, a repertoár összeállítása kapcsán elárulta, soha ennyi dal még nem szerepelt a korábbi 4 évben az évzáró koncerten. Sok szám volt, szám szerint 21. Ilyen sokat még soha nem énekeltünk. Általában 13 az a szám, amire úgy gondolom, hogy 13-14 szám, ami a közönségnek úgy befogadható. De úgy érzem, hogy most minden, ami körülötte volt a világítástól kezdve technikán át, az most engedélyezte ezt a kicsivel több dalszámot. Aztán 37 szereplő, és hát... végtelen sok szeretet, ami a közönségből jött, és ami belőlünk ment kifelé. A technikai tudás mellett a szív, az érzések átadása is nagyon fontos szempont mindig a dalok éneklése közben énekesnek, csoportvezetőnek egyaránt. Az egységes hangzást, a hasonló öltözet, az egyenruha tette még egységesebbé, mely idén új kiegészítőt is kapott. Én úgy gondolom, hogy aranyos és jó ez az egyenruha, ami most idén ki is egészült. Ezt lehet, hogy a közönség nem látta, de kaptunk egy kitűzőt Kondora Bálintól és Anikótól. Ezt kaptuk karácsonyi ajándéknak, hogy készítettek egy Maminti emblémás kitűzőt, ami mindenkinek itt volt a hajtókáján. Úgyhogy ettől is egységesebb lett ez a kinézet. Én szeretem, tényleg szeretem ezt az egyenruhát, és nagyon-nagyon furcsa, amikor felveszik a gyerekek ezt az egyenruhát, egy kicsit másképpen kezdenek viselkedni, főleg a nagyobb generáció, az idősebb generáció. Schimmer Roberta azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, ők nem kórus, nem is szeretné, ha úgy kezelnék őket, hisz a klasszikus és szakmailag definiált énekari fogalomba nem illenek bele. A Maminti egy színjátszó csoport, akik nagyon szeretnek együtt énekelni is. Hogyha úgy érezzük, hogy ezzel tudunk valamit adni, addig még semmi baj nincsen. Nem kell olyan helyre beskatujázni, ahol nem vagyunk, tehát nem vagyunk kórus. És ezt mindig mindenhol elmondom, mert nem szeretném, ha bárki azt érezné, hogy mi kórusként és én kórusvezetőként bármit is akarnék csinálni. Nem, ez a Maminti Színjátszó csoport, akik szeretnek énekelni, és ha szembeül egy értő, kórushoz értő ember, akkor rögtön látja, hogy mi teljesen máshogy állunk, mint egy normál kórusnak kellene, teljesen fordítva állunk. Ettől se vagyunk kórus. Idén egyfajta válogatást állított össze a művészeti csoport 4 év számukra kedves dalai közül a legkedvesebbekből. De volt újdonság is bőven, ezek közül csak egyet kiemelve, a csoporttal közösen lépett fel egy-egy dal erejéig Szendrei Boldizsár, a beatbox, azaz a szájdobolás elismert hazai művelője. A Dallam hátán, szelek szárnyán címet kapott műsorra fél éven át készült a csoport. A nagy energiabefektetés a koncerten megtérült, a közönség szeretetének, tetszés nyilvánításainak is köszönhetően, mely csoportvezetőnek, művészeti közösségnek egyaránt nagyon nagy örömet okozott. Egyszerűen olyan érzelmi gombócot kapok tőlük, nem beszélve arról, hogy utána, amikor megfordulok, akkor a közönség felől is jön
Tehát, hogy valahogy úgy érzem én magam, mint egy kis gombócot középen, akire egy pattognak jobbra-balra az érzelmek, és így magából megpróbálja a legtöbbet kiadni. És tényleg fantasztikus az az adásvevés, ami ott nekünk létrejön egy ilyen két órás koncert alatt, vagy másfél órás koncert alatt. Nagyon, én azt kívánom, hogy mindenki tudjon ilyeneket átélni, de nagyon fárasztó, de csodálatos. A Maminti Színjátszó csoport koncertjére több mint 300-an voltak kíváncsiak. Az együttes és vezetőjük úgy véli, szüksége van az embereknek lelki egyensúlyuk megtartásához arra, hogy rendszeresen ki tudjanak lépni a hétköznapokból. Egy ilyen ünnepi hangulatú koncert épp megfelelő alkalom volt erre idén is. Mi a helyzet Dorottyával? A kérdésre Takács Zoltán Bálint, a Nádasdi Kulturális Központ igazgatója adta meg a választ csütörtökön délután a múzeum dísztermében. A tavaly ősszel bemutatkozó majtalanító irodalmi kimozduló után idén újabb programsorozatot indított a múzeum. Az intézmény a vár történelméhez kapcsolódó ismert és kevésbé ismert női személyiségeket mutatja be a nagy közönség számára. Az első előadást Takács Zoltán Bálint, a Nádasdi Kulturális Központ igazgatója tartotta. Előadásában Mária Terézia Dorottya, modenai hercegnő, bajor királyné életét tekintette át, aki a sárvári várat az uradalmakkal együtt örökségként kapta meg. A vár egykori birtokosa a férjével, harmadik Lajos bajor királlyal többször is ellátogatott a városba, közvetlenségük és szerénységük miatt a sárváriak évtizedekig jó szívvel emlegették őket. És ők támogatták az iskolákat, támogatták az árva alapokat, de nem csak Sárváron, tehát nem csak Sárvár életébe illeszkedtek be, hanem Vas megyébe, vagy mondjuk azt, hogy Nyugat-Magyarország életébe. Például talán kevesen tudják, hogy jó kapcsolatot ápolt a szegedi családdal. Szegedi Györgyné volt az, aki Szombathelyen egy gyermekjóléti kórházat, gyermekkórházat hozott létre, és ezt például Mária Terézia Dorottya is támogatta, és amikor ők ide eljöttek egy kicsit pihenni a nagy müncheni politikai életből kiszabadulni, akkor a lányokkal, mert rengeteg gyerek volt, a fiúkkal együtt nagyon szívesen játszottak a környékbeliekkel, erről újságcikkek szólnak. Tehát egy nagyon szoros érzelmi kapcsolat alakult ki, ráadásul ne felejtsük el, mindig kiemeli, hogy mind a ketten kiválóan megtanultak magyarul. Egy kis nem is hiba volt, hanem jellegzetessége, hogy bizony vasmegyésen beszéltek. Az igazgató rámutatott, a királyi pár a város fejlődéséhez is nagyban hozzájárult. Lajos király keze alatt olyan mintagazdaság épült ki Sárváron, amelyre méltán lehetünk büszkék. Aki az ügyeket intézte, aki kialakította azt a struktúrát, amely egy sikeres gazdasággá fejlődött, az maga a férj Lajos volt, és ez egy mintagazdaság volt. Itt volt tehenészet, volt disznótartás, volt sajtkészítés, de ez magas szinten ment. Tehát amikor elkezdünk ezután járni, akkor nagyon sok olyan adattal találkozunk, hogy az itt folyó gazdaság bizony a legmagasabb szinten képviseltette magát, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Azt kell mondanunk, hogy ahogy ma is, úgy régen is, már 100-150 évvel ezelőtt Sárvár a megye második legnagyobb és legprosperálóbb városa volt. Takács Zoltán Bálint bemutatta Mária Terézia rendkívül színes személyiségét és mozgalmas életpályáját. Az előadás nem csak a fiatal szerelmest, a természetjáró tudóst, a gyermekeire odafigyelő édesanyját mutatta be, hanem kitért a sárvári tartózkodásokra, a környékbeli és a távoli utazásokra is. Kedves nézőink, műsorunkat városi programajánlóval folytatjuk. Elkészült a sárvári báli menetrend. A Vízkereszttől Hamvazó szerdáig, vagyis a húsvét előtti 40. napig tartó farsang, a bálok és vidám összejövetelek időszaka. Sárváron a városi bál nyitotta a báli szezont a Parkin Hotelben. E napon tartották a hagyományos néptáncköri egyesületi bált is a Nádasdi várban. A Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület január 20-án 18 órától a Nádasdi vendéglőben tartja a méhészbált, ugyanezen a napon báloznak a sárvári civilek is az Ízes Platán étteremben. Január 27-én a sárvári evangélikusok báloznak a várban, és ekkor kerül sor a városi sportvárra is, majd február 3-án a református egyházközség bálját tartják a Vadkert Majorban. Február 10-én 15 órakor kezdődik az új szokásként indult farsang rendezvény a Posta téren.
E napon a Nádasdi iskola csarnokában tartott keresztény jótékonysági bállal zárul a báli szezon 2018-ban Sárváron. Műsorunk végén pedig következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. Az újévi fúvós hangverseny nyitotta meg a Sárvár 690 évvel ezelőtti középkori, illetve 50 évvel ezelőtti újkori várossá nyilvánítására emlékező jubileumi évet. A városatyák a tavaly év végén elfogadott munkatervükben meghatározták azokat a napirendeket, amelyeket az év során tárgyalnak majd. Összesen 7 új gépjárművet kaptak a sárvári rendőrök az országos autócsere programjuknak köszönhetően. Évértékelő sajtóbeszélgetést tartott a Sárvári Tankerületi Központ, amelynek a Sárvári Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont. Jubileumi koncertet adott a Maminti színjátszó csoport Dallam hátán, Szelek szárnyán címmel. Mi a helyzet Dorottyával? A kérdésre Takács Zoltán Bálint, a Nádasdi Kulturális Központ igazgatója adta meg a választ. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk január 13-i adását látták. Új pénteki mozaikkal január 19-én jelentkezünk, amelyben beszélgetést láthatnak Vas megye klímastratégiájáról. Új közéleti magazinnal pedig január 20-án jelentkezünk majd. Műsorainkat megnézhetik weboldalunkon a www.sarvartv.hu-n, kövessenek bennünket a Facebookon is, és ne feledjék rádióikat a 96.5-re, a Sárvár Rádióra hangolni. A viszontlátásra!